A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagyon szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió nézőit, ezután felét láttuk. Egy nagyon régi kedves barátom, Tihor Attila úr a mai kedves vendégem. Szia Attila! Szervusz István, üdv mindenkinek! Üdv mindenkinek! Mikor láttak téged utoljára képernyőn emberek Magyarországon? Hát ez nem ma volt már, ez jó ideje. Ugye 1993 és 95 között jártam én a képernyőn néhányszor a Vízöntő című ezoterikus vagy New Age magazinnal, amit aztán a Magyar Tudományos Akadémia megkontrázott, hogy népbutítás címén itt ugye a Magyar Televízió drága idejéből elveszünk egy egész órát, és aztán megszüntették a műsort. És helyette gondolom, hogy a Finnugor Társaság a Finnugor gyökerekről kapta meg, hogy ez a rossz májuságon volt. Attilával mi idestóban 10 éve ismerjük egymást, és jókat szoktunk beszélgetni, és most úgy döntöttünk, hogy beszélgettünk itt is egy óriásit. Mert hogy sokan mondják, hogy az aranykor elején vagyunk, és egyre több megvilágosodott ember van, a spiritualitásban, ezotériában rengetegen utaznak, úgy, mint üzletben, és úgy, mint megvilágosodó emberek. És egy óriási káosz van. Próbálj meg egy kicsit rendet rakni, hogy egyáltalán az a Vízöntő magazin, amit te spirituális és ezotériaként akkor megtaláltál, aztán David Icke-ot olvasom, amikor lehullott egy-két függőn az életedben, meg amit most tapasztalsz Amerikába, ott a gyökereit látva ennek az egész mozgalomnak, hova helyezett el, és valóban vannak-e megvilágosodottak, honnan tudod, hogy hol tartasz, és mi a jellemzője annak, hogy te már valamit elértél? Tulajdonképpen ez lenne a műsornak a gerince menete, elég sok kérdést föltettem. Onnan indulunk el, ahonnan szeretnél. Hát akkor pontosítsunk egy kicsit. Te döntötted el, hogy ez a beszélgetés jó lenne a nézőknek. Sokáig vonakodtam, talán emlékszel rá, mert nincs bennem egyrészt már közlési vágy, ezt annak idején kiéltem. Ez 3 év óta. Igen, 3 év óta győzködöl engem, hogy talán ennek van némi relevanciája a mások számára. Ebben most sem vagyok biztos, de legalább beszélgetünk egy jót, aztán majd mindenki eldönti magának, hogy ez tetszett neki, vagy sem. Nem az a célunk, hogy tetszünk bárkinek. Én csak a saját véleményemet tudom mondani. Nagyon elegem lett. Már a Vízöntő idején is éreztem, ugye tudod, akkor alakultak ezek a spirituális közösségek, ahol meghívtak bennünket is, hogy vegyünk részt, és azt tapasztaltam, hogy ezekben a spirituális közösségekben sokkal, az átlagosnál sokkal több szeretetlenség, hogy szépen fogalmazzak, türelmetlenség és intolerancia képződik, mint a többi emberi közösségben. Tehát azt láttam, hogy mindenki fújja a kis maga igéjét, a kis maga idézeteit, Maharishi, Buddha, Jézus, elbeszélnek egymás mellett, tromfolnak. Nem azért megyünk oda, hogy a szeretetben egyetérjünk, összeérjünk. Tehát, hogy a szeretetért megyünk minden közösségbe, elvileg azért járunk a templomba is, mert Isten szeret bennünket, most hagyjuk a régi igéket, ezért ezoterikus közösségek, ingyenölelés, szeretetteljes kommunikáció, ezt te nem tapasztaltad meg, hogy ilyenek léteznek? Nem, én ezt nem tapasztaltam, sőt az egóharcokat tapasztaltam meg. Mindenki azért megy, hogy a saját igazát a többire rákényszerítse, a saját igazságának a felsőbbrendűségét bebizonyítsa, nem saját tapasztalat által, mert ha valaki a saját életéből vett tapasztalatával érvel, illetőleg nem is kell érvelni, már látom rajta, hogyha megélte, az kijön belőle, átsugároz rajta. De hogyha ő szlogeneket, maharisiket, meg osókat idéz, az is egyértelműen látszik. Tehát ezekben a közösségek, ezek a közösségek arról szólnak, hogy ki a nagyobb Mayer ezoterikus fronton, ezért aztán nem igazán találtam ott a helyemet, mert nekem semmit nem adtak. Egy kicsit érdekes, amit mondasz, illetve nagyon érdekes, ha Facebookra átugorhatunk, akkor ott is ilyen naponta alakulnak ilyen közösségek, akik a tiszta fény közössége, vagy bármiféle dolog, és akkor ott fölvetődik egy téma, és akkor jönnek az idézett háborúk. Tehát nem azt mondja a Jóska Pista, hogy én úgy érzem ebben a jelenlegi állapotomban, hogy ez vagyok én, és ezt gondolom, hanem ő attól valaki, hogyha valahonnan kifarítsa egy Osó idézetet, és oda beteszi, és akkor na erre nézd meg, vagy nézd meg Szántai Attilának, vagy bárkinek az előadását, és egyszerűen bebújnak más évrendszerek mögé, ezt nagyon jól látod. Ennek mi az oka szerinted, hogy nem fejlődnek, vagy mi? Ezt csináltam én is sokáig. Imádom például Osót,
kívülről fújom jó néhány idézetét, tartom azt is, hogy ez egy valós, megélt tapasztalat. Sokáig ezt csináltam én is. Idézetekkel vagdalkoztam, próbáltam überelni a másikat, próbáltam meggyőzni a másik embert, de aztán rájöttem, hogy nem az az érdekes, hogy mit mondasz. Nem. Az az érdekes, hogy ki vagy. És az, hogy ki vagy, az pedig lejön rólad energetikai szinten. Ahogy beszélsz, ahogy megnyilvánulsz, neked nem kell osót idézni ahhoz, hogy pontosan tudja rólad az ember energetikai szinten, hogy te ki vagy és mit gondolsz, és mit képviselsz. Tehát ezért... Ha már tudsz energiákat olvasni. Igen, pontosan, hogy... illetve ha tudsz energiákat sugározni, mert ez sem egyszerű dolog. Tehát vannak olyan magas szintű emberek, akiknek problémái vannak azzal, hogy átadják, vagy átsugározzák magukból ezt a fajta erőt, vagy a energiát, amik bennük van. Ugyanis nincs összefüggés, nincs korreláció között, hogy te milyen szintre jutottál el, és hogy milyen az életed. Nem egyszerű az összefüggés. Tehát azt látom, hogy vannak nagyon magas spirituális szinten élő emberek, viszont az életük ebből mit sem tükröz. Párkapcsolataik borzasztóak, a gyerekeikkel való kapcsolat csapnivaló, és az életüket nem tudják azon a szinten megélni, ahova ők már úgymond szellemileg spirituálisan eljutottak. Ez nagyon nagy ellentmondás, biztos láttál te is ilyet már. Bigel Bayer Pali, nagyon sokunk által tisztelt, fantasztikus az írásai mai napig, amiket leírt, és amikor megláttad őt két előadás szünetében, amíg a 100 darab cigarettát feszülten, ott van a saját életében, a büfében, nem tudom, hogy piált ez teljesen lényegtelen, de maga azt, amit elmondott az előadásaiban, amit leírt, és ahhoz képest, ahogy élte az életét, nem volt összhangban. És ez az összhang talán az a legfontosabb, amit ki kéne ebből hámoznunk, hogy az emberek mikor érezhetik magukat, hogy ők valóban megérkeztek, ennek milyen szimptomái vannak szerinted saját belső érzés szempontjából? Hát ez nagyon nehéz és nagyon szubjektív dolog. És nem vonatkozik mindenkire egyformán. Tehát amit én úgy érzem, hogy az én igazságom, az könnyen lehet, hogy senki más számára nem az. Még egy dolgot kifejtettem. Ugye 3 vagy 4 évvel ezelőtt a David Icke könyvek oda kerültek a kezedbe, az Ez van kiadó révén, vagy te angolul olvastad már David Icke? Nem, én magyarul olvastam, amit kiadtak magyarul a... Igen, Ez van kiadó, Ez van karcsi. Kiadott 3 félét, és aztán az összeset megrendeltem, és aztán elolvastam a többit. És a Zakaria Szicsin könyvekkel egyetemben. Pontosan így van. És akkor az volt egy felvetésed, amikor elolvastad a legnagyobb szeretet, tudod, az a 2 kötetes könyv, amiben egyébként leír az egész ezotéria fejlődését, hogy milyen módon van az egész manipulálva a világban. Neked ott történt először meg a párfordulásod, vagy már korábban is érezted el? Korábban már a vízöntő alatt is, amikor láttam, amikor ezekben a közösségekben összejöttünk egy pár, és láttam azt, hogy mekkora ellentmondás van az életük és a filozófiájuk között. Ez engem mindig zavar, hogyha ez egy ember élete nem támasztja elő a saját filozófiáját, mert akkor valamelyik nem igaz. A gyümölcséről ismertetik a fa, mondja a Biblia. Pontosan így van. Pontosan így van. Uh-huh. Tehát én azt vallom, és lehet, hogy tévedek, és hogy senki másnak nem fog bejönni ez a gondolat, de a te életednek pontosan tükröznie kell minden szinten azt, ahogy te gondolkodsz. Ez vonatkozik az anyagi sikereidre, a párkapcsolataidra, minden egyes szinten te a saját magad teremtménye vagy. Tehát, hogyha te jól gondolkodsz, mindegy az, hogy mit értünk a jó alatt, akkor te olyan tapasztalatokat fogsz megélni, gondolom én, amelyek téged építenek, és amelyek téged emelnek. Tehát működik az életed, fogalmazunk így. Igen, valami, nem minden szinten, tehát nem állítom azt, hogy innen egy Kánaán van egy tökéletes boldogság állapota, de az alapszinteken működik az életed, tudod, hogy merre akarsz menni, tudod, hogy mit akarsz csinálni, és tudod azt, hogy miben érzed jól magad, ugyanis az emberek többsége szeretne valamit csinálni, de fogalmuk sincs arra, hogy miben érzik valóban jól magad. Még egy anakronizmus, vagy paradoxon inkább, amikor azt mondják, hogy az ezotérikus ember, meg a spirituális ember az legyen szegény. Tudod, tehát eleve betolják egy kategóriába, és hogyha te már esetleg ezt a fajta tudást jótékonyan arra tudod használni, hogy nem a pénzzel hivalkodom, de meg tudod teremteni az anyagi jólétedet, na akkor már fekete segű lettél. Ezt hogy érted meg az a saját életedben? Hát nem volt egy könnyű történet, de érthető. Tehát ez a korábbi rendszer lenyomatát viseli magán, ez a hihetetlen irigység, ami Magyarországon van. Egyébként kevés országban találkoztam ezzel a ilyen tetten érhető módon, ezzel a primér, nyers irigység és rossz színulat, ami Magyarországon szinte divat, és nem is tudom, hogy mikor fog elmúlni. Ez valószínűleg, bízom abban, hogy ez nem egy népléleknek a következménye, hanem az elmúlt korábbi 50 évnek a lenyomata, amikor mindenkinek egyformának kellett lenni, egyenlőnek kellett lennie,
most pedig úgy van, hogy ha valamivel többet elérsz, akkor te biztos egy mafiózó vagy, vagy egy adócsaló vagy. Tehát el sem tudják képzelni azt, hogy valami teljesítmény van mögött, akár szellemi, akár fizikai, az is lehet. Nem... Amerikában az a más, hogy ha te ott valami sikert elérsz, akkor azt mondják, hogy oké, elérted ezt a sikert. Tehát a sikert meg lehet valósítani. Akkor most meg taníts meg minket, hogy hogy érted el a sikert, mert ha te érted, mi is el tudjuk érni. Tehát, hogyha van egy ötleted, ott alányulnak, itt van egy ötleted, eltaposnak. Ez pontosan így van. Ez egy óriási dolog, hogy hány magyar talál meg. Csak a golyossabb sztoria voltam, hogy 15 éves, hallgattam a rádiót, de megjegyeztem, hogy mit tudom, a golyossabb feltalálója, az oda ment a csapüzemhez, mit tudom, hogy hívják őket, hogy gyerekek, a tekerő csap helyett, itt van a golyócsap, egy elzárása van. Hát ez, barátom, itt innen a francba, ez minket a szocializmusban nem érdekel. Lásd Trabant, lásd Mercedes, ugyanúgy a határ tulajdonán gyártották mind a kettő, és a mentalitás. Most te helyek közel többet élsz Amerikában, mint itthon. Mi az, amit ott meg nem tudsz megemészteni, amiért ha visszajössz, és mi, amit itthon ez nagyjából elmondtad. De ott ugye úgy szintén nincs kolbászból a kerítés. Milyen ott az élet egy másképp gondolkodónak egyébként? Valóban nincs kolbászból a kerítés. Amit én ott nagyon szeretek, ott az emberi attitűd. Ahogy az emberek találkoznak egymással, és egymásra mosolyognak, köszönnek egymásnak. Nem felszínes ez a dolog, hogy how are you, és nem feltétlenül, meg. Nem feltétlenül. Tehát őszintén például megdicsérnek, hogy jó a cipőt, jó az övet, minden, és nincs hátsó szándék. De Magyarországon ezzel a rucival azért bosszantasz egy pár embert, nem? Hát igen, mi tagadás, ezzel némi feltűnést kértek. Tudod, mi a vicc? Én utálom a feltűnést, nem szeretem, ha megnéznek. Uh-huh. De mit csinálják, ha nekem éppen ez tetszik? Na hát, de lehet, hogy nem mondok igazat, és valahol mélyen egy rejtett exhibicionista ember vagyok, aki szeretne magából többet megmutatni. Ezt még nem tudtam pontosan eldönteni saját magam. Vannak itt ellentmondások azért ebben az érvelésben, ezt te is látod. Ebben érzem jól magam. Aki meg és úgy érzi... És fölvállalod? Hát, bocsánat, lekakíva az, hogy most nem illeszkedve egyetlen egy olyan rendszerbe se, amit ők úgy gondolják, hogy jó, de ők is rosszul érzik magukat benne, mert erről beszélünk. Tehát, hogy bepasszírozom valahova, illeszkedem a rendszerhez, kardoskodunk az idézeteinkkel, hogy az én Péterem ezt mondta, az én, mit tudom, Mariska néném ezt mondta, és akkor gyakorlatilag egy porosz típusúan levágjuk a tetejét, és abban a pillanatban jön egy kiemelkedő egyéniség, hogy fölvállalja a másságát. Na azt, hogyha egy idő múlva, hogyha már más is elfogadta, akkor én is istenítem, különben mi ez a hülye, mit akar itt csinálni. De hát nagyon jól mondtad, ezzel a öltözködéssel nagyon jó párhuzamba lehet állítani az amerikai és magyar valóságot. Aha. Amerikában ezzel a hát némiképp sajátos stílussal, amit én kifejezetten szeretek, mert jól érzem magam benne, azt mondják, hogy megdicsérnek, jaj, de klassz, de jól néz ki, de egyedi, honnan van, honnan szerzed ezt, mert Amerikában sem nagyon ismerik ezt a márkát, ezt én fedeztem fel, egy kis San Diego-i cég csinálja, és ott megdicsérnek érte, és nyitottan néznek rád. Itthon, lásd a párhuzamot, a hülye, biztos buzi, normális ez, hogy ilyen ruhában megjelenik emberek előtt. Na most, hogy ennek nem mernek hangot adni, még viszont nem találkoztam olyannal, aki ezt hangosan kimondta volna, ezt szemekből olvasom le. Nem tudom, talán túl nagy a karom körmérete, nem tudom, szememben még nem mondta senki. Képzeld el, hogyha Jézus itt megjelenne ma, ugye Jézus újból eljövetele, ebben a fejlettségű szellemi szintű társadalomban itt közöttünk elkezdeni azt a szellemiséget idézni, hogy szeressük egymást, a másságot, a másképp gyógyítás, stb. Mi történne vele egy ilyen közegben ide, a pártus Jézus ide megérkezne Magyarországra, ebben az általános közegben, ahol egyfolytában várjuk, hogy Jézus, ha megváltunk, újból eljön közén. Na szerinted, hát ugyanaz a történet játszódjon, mint 2000 évvel ezelőtt, ugyanott végezné, mint 2000 évvel ezelőtt, nem a kereszten, az elmegyógyintézetben, vagy és ez nem tartana 3 vagy 4 évig, igaz? Jaj, nem, ez nagyon gyorsan lejátszódna, hetek, hónapok kérdése, ugyanis a média most fölkapná dolgot, mindenfelé kikörtölni. Képzeld, a Tudományos Akadémia mit szólna egy Jézushoz, aki gyógyítaná az embereket, vagy a pszichiátria, vagy a pszichológia, vagy az egyházak mit szólnának. Ezt el kell mondanom. Egy nagyon kedves pap barátommal beszélgettünk hetekkel ezelőtt, és ő azért ezt a Jézus vonalat elég jól nyomja, és csak egy kérdésem volt hozzá, hogy amikor ott volt Poncius Pilátus előtt Jézus, és ott volt Barabás a gyilkos, és Poncius Pilátus megengedte az embereknek azt, hogy döntsétek el, hogy kit küldjünk a keresztfára, a Barabás a gyilkost, vagy Jézust a ti messiásatokat. És mondom a atyának, hogy figyelj, atyám, tudod jól, hogy Kajafás mit intézett el? Jézus került a keresztfára. Szerinted miért volt? És az atya nem szólalt meg, csak ennyit mutatott. Na most, amíg megvehetők az emberek kilóra,
akkor hiába jön egy Jézus, hiába jön a messiások a zsidóknak, ha bár ők úgy gondolják, hogy nem a Jézus az, nem menjünk ebbe bele. Ez a mai világ sokkal jobban elerodált, mint az a 2000 évvel ezelőtti, amire így újra mutogattunk. És ugye egyszer valamit megcselekedtek, de nem azt mondjuk el, hogy ők mit mondtak, hanem azt, hogy mekkora bűn követtek el ellenük, de mennyit fejlődött ez a nép, és akkor menjünk egy kicsit vissza ahhoz, hogy azért én hiszek, hittel vallom, hogy azért itt vannak világos tekintetű boldog emberek, akik már nem félnek, és akkor menjünk ebbe az irányba el. Menjünk el ebbe az irányba, de még egy apró megjegyzés az előbbihez hozzátéve, nem csak a pénz miatt van ez. Az emberek nem szeretik azokat, akik sokkal jobbak náluk, akik kiemelkednek közülük, akik mentesek azoktól a gyarlóságoktól, amelyekkel ők bírnak. Ezeket az emberek nem tudják elfogadni, mert tükröt tart a saját gyengeségüknek, a saját hitványságuknak. Ezeket az embereket sehol a világon most nem Jézus szeretik. Most Jézus tanítványairól beszélsz, akik nem vállalták fel a saját mesterüket. Pontosan így van. Tehát nem csak a pénz miatt igaza volt az atyának, és igen, világias az atya gondolkodása ebből a szempontból, hogy a anyagi javak is ugye megvették úgymond a tömeget, de az emberek amúgy sem szeretik azokat, akik feltűnően jobbak náluk, akik tisztábbak, azokat az embereket általában nem szokták szeretni. Tömegével ott voltak, akiket a halálból hozott vissza, a vakságból felejtött őket, és azok se álltak oda a kereszt köré, hogy megvédjék a saját. Ez pedig az emberi hála természetéről is ad némi betekintést nekünk. Én lehet, hogy pesszimistának tűnök, de vallom, hogy ez az emberi faj, hát, hogy is mondjam, csak nem igazán méltó arra az isteni figyelemre, vagy isteni, hát nem tudom milyen figyelemre, amit mi kaptunk, mert én úgy látom, hogy ezen a bolygón inkább egy rákos daganathoz hasonlít, mint egy értelmes társadalomhoz. Jó, a rákos daganatból, utolsó stációból is vannak emberek, akik felgyógyulnak, és akkor most nézzük, én is így látom, hogy ez a jelenlegi civilizációnk a rákosodás utolsó stádiumában van, és a rák akkor pusztítja el a testet, amikor már minden az övé. De hát, hogy érezzük ezt, most nem bankrendszerezünk, nem pénzezünk, hanem ezt érezzük a nap. Hogy lehet ebből megfordulni, hogy lehet ezt a rákos földet megmenteni? És még egy mondat, hogy tudjuk, hogy ez nem az első civilizáció, akit elbukott ezen a földi játszóteren, hogy a hatodik vagy a hetedik civilizáció az, aki most tántorog a szakadék szélére éppen, hogy levesse magát aranykor és aranykor ruhájában címmel. Igen, jó kérdés ez, és én mélyen hiszek abba, lehet, hogy tévesen is hiú ábránt, hogy amíg egyetlen egészséges sejt van abban a szervezetben, addig képes a szervezet az öngyógyításra. Tehát amíg egyetlen egészséges sejt van a túlburjánzó daganatban, addig is van remény arra, hogy ez az egyetlen sejt az ő energiájával az egész szervezetet meg tudja gyógyítani. Tehát nem mondom azt, hogy a szakadék felé tántorgunk, bár nem vagyok feltűnően optimista, mert nem azt látjuk, hogy az ember, hogy terjednek ezek a gondolatok, a te tévéd és a te műsoraid és egyre több emberhez jutnak el, de nem látjuk a lecsapódó eredményét, sem a gondolkodásban, sem az emberi életben. De továbbra is hiszek abban, hogy szükség van ezekre az apró sejtecskékre, amelyek, hogyha el tudnak kezdeni szaporodni, és már több műsorban is beszélgettetek élő klasszikusokkal arról, hogy hol van az a küszöb, amikor majd át fog lépni a megfelelő szám elérése után, hogy a száz majom és egyebeket emlegettetek korábban. Ezt nem tudjuk, hogy hol van, és lehet, hogy 90%-ot el kell érni ahhoz, hogy megtörténjen a hatás, de az is lehet, hogy csak 10%. Tehát összefoglalva nem reményteli a helyzet, de az utolsó töltényig harcolnak. Nagy szarban vagyunk, de nem. Jó, már bocsánat a bulgarikásra. Én inkább egyébként a tevékenységünket úgy jellemezném, mint egy vírus. A vírus is ugye beépül egy sejtbe, és akkor ott elkezd fejlődni. Az ember nem is tudja, hogy egy gondolat, ami a tudatalattiába beépül, hogy amikor egy döntést kell majd hozni a bizonyos szituációkba, hogy akkor ez a vírus milyen módon irányítja a gondolatait és a cselekedeteit. Én inkább vírusnak tartanám ezt, csak hogy ennek a vírusnak is van egy lappangás ideje. Most már 5 év óta kapják ezeket a drága jó másképp gondolkodás vírusait, nem csak tőlünk természetesen, hanem a világból, aki ezt tudatosan csinálja. És hiszem, hogyha itt valóban egy drasztikus döntést kell hozni az embereknek, akkor már nem feltétlenül az egész tömeg azt fogja lépni, amit egyébként az előbb említett megvártónkkal tett annak idején a tömeg. De annak ellenére, hogyha az embereket azt nézem, itt van 100 ember, akkor ugyanezen a megbeszélésen, ahol említettem atyával a párbeszédünket, ő föltette ennek a 20 embernek körülbelül, hogy mit tudtok Jézusról. És a legtöbb az volt, amit tudtak róla, hogy feláldozta magát az emberekért. Ez volt a maximum. Tehát ez az egész történelem, amire az egész hitrendszerünk, az egész kultúránk, a jelenlegi kultúránk épül,
ebbe a keresztény körbe, na arról 100 emberből 95-nek szinte semmiféle tudomása nincsen, mint hogy tudatlanok az élet összes más dolgaiban, és azokat az ismereteket fogadják el Mózes kőtábláiként, ami a médiából jön nekik, vagy az iskolából beléjük vernek, hogy a saját maguk gondolatai legyenek, és saját maguk induljanak el a saját útjukon, ez szinte lehetetlen, és ez a túlnépesedés ezt az arányt egyre jobban csökkenti a tudatosan gondolkodók kárára igazából, hogy a kritikus tömeg, ugye, ha 100 000 főt elér a Földön, akkor sem biztos, hogy ezt a 7 milliárdot át tudja fordítani. Erről mit gondolsz? Hát nagyon szellemesnek találom ezt a vírusfertőzés elképzelést, hogy a pozitív vírust beültetni az emberekbe, és ott majd elkezd szépen szaporodni, osztódni, és aztán csak legyőzi ezt a negatív immunrendszert. Nagyon szellemes gondolat. Nem mondom, hogy a vágyak és a realitások teljesen közel vannak egymáshoz, de nagyon bízunk abban, hogy ez a dolog működik, és nem elvetélt gondolat, hiszen egyre több emberbe fogam meg a kis maga szintjén, de nem kell itt nagyon messzire eljutni, tehát nem az kell, hogy új filozófiákat írjon, és hogy olvassa eredetiben mondjuk Osót, hanem a maga kis szintjén, ha csak már egy emberi kapcsolatban a becsületességnek és a szeretetnek azt a minimális szintjét fenntartja, akkor a vírus már elkezdte a működését. Hogyha azt a szomszédot, aki segítséget kér tőle, nem csapja be, nem használja ki, hanem őszintén segít neki, csak ezt a pici dolgot elérjük, már megindultunk az úton. Tehát nem arról van szó, hogy akkor ő most élőben olvassa a klasszikusokat, meg a Védákat kívülről fújja, hanem a maga életének a legapróbb szintjeibe beépítse ezeket a gondolatokat, mert ezek innen aztán majd elkezdhetnek virágozni, és ahogy, mint ahogy a vírus is elkezd szaporodni, és átveheti a hatalmat az egész szervezet felett. Én nagyon hinnék ebben, és nagyon tetszik ez a gondolat. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez meg fog történni, de hinnünk kell valamiben István, mert akkor mi a fenének vagyunk itt ezen a bolygón. Tehát kell, hogy valamiféle remény és hit eltöltsön minket abba, hogy ezt jobbá lehet tenni, hogy a végstáció közel van, azt hiszem az egyikünk számára sem nagyon kérdéses, és itt az emberiség túlélése a tét valószínűleg az sem nagyon kérdéses. Mennyire szerencsések vagyunk, hogy pont ebben az időszakban élhetünk és létezhetünk itt. Tehát azért gondold végig, hogy megkaptuk azt a lehetőséget is, az, hogy például rengeteg könyvet olvassál, félre tudjál vonulni és figyeld az embereket, hogy lásd, hogy változnak. Mert azért egy ilyen filozofikus alkat, hogy nagyon ritkán lehet téged arra rábírni, hogy bármit nyilatkozzál vagy beszéljél, de azért minden dologról megvan a véleményed, mint egyébként minden embernek is, csak nem mindegy, hogy milyen mélységűek ezek a vélemények. Térjünk vissza az alaptémánkra, hogy biztos a környezetedben látsz azért már ilyen kisebb boldogságokat, kisebb megvilágosodásokat megélt emberek, és valóban nem Osót kell idézni fejből, mert ha Osónak is megnézik az életét, akkor valószínűleg nem is nagyon szeretnénk idézni tőle. Miért a múltkor olvastam pont, hogy egy ilyen tömeggyilkossága vádolták a metró elgázosításában, mit tudom, tehát nagyon csúnya dolgokba vett részt, de én hiszek az ember egyedi fejlődésében. Én se az vagyok már, aki 20 éves koromban voltam, és 20 év múlva remélem nem az leszek már, aki most vagyok, ha még itt leszek. Teljesen egyetértek, én csak ebben hiszek. Tehát nem hiszem azt, hogy van társadalmi szintű vagy össznépi fejlődés, megvilágosodás, csak az egyéni szintű fejlődésben hiszek. De ez nagyon fontos, ugyanis az egyénnek egy pici lépése, az fontosabb lehet, mint egy egész társadalom megvilágosodása, hiszen az egyénből kiáramló energia lesz az, amely mint egy katalizátor a többi emberbe átviszi ezeket a gondolatokat, vagy ezeknek a fontosságát. Tehát, hogy mit gondolok ezen? Ha látsz egy kiegyensúlyozottabb és boldog embert, az benned is felébreszti a vágyat, hogy törekedje felé. Nem tudod az ő módszerével elérni a kiegyensúlyozottságot és a boldogságot, a sajátodat kell megtalálni. Ezért nem szeretek megnyilatkozni, mert nem tudok általános igazságokat mondani. Nincsenek általános igazságok, nincsenek törvények. Mindenki egy saját rendszer. Ezen belül vannak igazságok és vannak törvények. Ami engem boldoggá tesz, lehet, hogy téged halálba kergetne. Ami nekem örömet okoz, lehet, hogy téged megölne az unalom tőle. Tehát nem tudunk általános törvényeket mondani. Én csak saját magamról tudok beszélni. Aki ezzel egyetért, az oké. Annak örülök, aki nem ért egyet vele, azt sem sajnálom, mert ha saját útját járja, keresse meg. Ha valamit egyáltalán szeretnék, az, hogy mindenki próbálja meg saját magában megkeresni a dolgokat, a saját igazságát, a saját boldogságát. És hogy a kérdésedre visszatérjek, hogy mitől boldog valaki. Valószínűleg a boldogság az egy szakaszos történet, tehát nem egy folyamat, hogy én most boldog vagyok, és innentől kezdve boldog. Boldog pillanatok vannak, boldog életszakaszok vannak, de ezek mindig változhatnak. Tehát a boldogság megváltoztatása az egy betegség, egy haláleset,
hirtelen minden megváltozik, és már nem vagy boldog. Tehát valószínűleg úgy értem, hogy boldogság, mint folyamat nem létezik, boldogság, mint pillanat létezik, és mindig csak abban a pillanatról nyilatkozhatsz, amelyben benne vagy, hogy most éppen boldog vagy. Nem tudhatod, mi volt tegnap, és azt sem tudhatod, hogy mi lesz holnap, hogy boldog leszel egyáltalán. De most boldog vagy. Ezért boldog embert azért nagyon nehéz látni, mert a napi gondok, a napi felelősség, a napi problémák általában kiveszik belőlünk azt az érzést, hogy tudjunk örülni a most boldogságának. Ha egyáltalán a boldogság értelmezhető az emberek számára, mert hogy mi is, te hogy fogalmaznád meg a boldogságot? Igazából én úgy fogalmaznám meg, mert látták kedvesni, hogy most cseréltünk véletlenül Attilával, de kijön belőle a riportelvér, és mondtam, gyűjjön már haza, aztán csinálni riportokat nekünk. Én azt mondom, hogy igazából a boldogság fogalma nálam azt teszi, hogyha már nem függ a boldogságom a történésekhez. Nem függ ahhoz, hogy a GVA, APEC, meg mit tudom, mi foglalkozik velem. Az én boldogságom valamilyen fölöttes dolog, egy magasabb rezgésszínnek az állandó fenntartása, amiben már nem befolyásolhatnak az életnek a mindennapos kis apró hülyeségei. Mert akkor azok mindig tudnak rángatni, akkor csak pillanatokra tudok boldog lenni, hogy te fogalmaztál, de az még nem az a szint, amit szeretnék elérni. Tehát, hogyha állandóan meg tudom valósítani ezt a Buta úgy fogalmaz, hogy egyfajta közönyállapotát, de nem jól fogalmaztak, nem jól fordították. Ez a boldogság, ez a butaféle mosoly, ami ott van az arcodon, és nem lehet belőle kibillenteni. Mert a történések sosincsenek véletlen, azoknak úgy kell lenni, ahogy megtörténtek. De én megteszem a dolgomat, de ettől nem hagyom, hogy az érzelmeid befolyásolja. Amit mondtál, az a maximum egyetértek, hogy se a szeretet nem tanulható, hiába mi szezoterikus körökben, és sem a megvilágosodás nem tanulható, hanem a saját életeddel kell azt kiásni, hogy te állandóan boldog tudjál lenni, vagy állandóan egy ilyen... Mi a megvilágosodás? Tehát számomra a megvilágosodás az, hogyha állandóan ebben a szeretetteljes, feltétlenül szeretett állapotában tudok tartózkodni. És ezek az időszakaszok minél többek, annál jobban tudok a jelenben lenni, annál jobban tudok a forrásban lenni, és nekem ez a maximális boldogság. És valószínűleg ezt látod te kívülről, hogy ha azt mondod, hogy pasi kiegyensúlyozott, vagy egy hölgy energetikailag rendben van, akkor van ebben az állapotban. És teljesen mindegy, hogy a társadalomnak milyen szintjét foglalja el. Nagyon érdekes, amit mondasz, és tényleg nem szeretnék itt szerepeket cserélni, de most szeretném. Beszélgetünk. Soha velem, soha nem tud senki riportot csinálni, mert én magammal nem tudok riportot csinálni, akkor most cseréljünk. Tehát nem akarom átvenni, egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy mi van benned, hogy te hogy gondolkodsz róla, és ez nagyon szimpatikus, amit mondasz, meg gyakorlatilag minden megvilágosodott ember vagy filozófus ezt így foglalta össze, hogy legyél boldog a piac téren is, az űrzavarban, a káoszban, stb. Vannak kétségeim. Komoly kétségeim vannak, hogy ez megvalósítható itt, ebben az emberi testben, az emberi pszichével és az emberi élettel. Jól hangzik, nagyon jól hangzik. Én még nem láttam embert, aki... Szép az élete, néked magyarázom, Mátyás Bakulya. Hogyne. Én nem gondolnám azt, hogy emberi pszichikummal ezt a fajta boldogságot könnyen el... Nem zárom ki, hogy van ilyen. Én még nem láttam ilyen embert. Lehet, hogy ezek a megvilágosodott bölcsek, Buddha és társai elérték ezt az állapotot, amikor felül tudtak emelkedni minden szenvedésen és minden problémán. Én nagyon nem érzem azt, hogy közel, akár csak közel is lennék ehhez a szinthez, de véletlenül megvalósítható, hiszen ők már mutattak rá példát. Nem biztos, hogy ha e felé törekszünk, akkor jól járunk, mert olyan magas mércét teszünk szabunk magunknak, amit nem könnyű megugrani. És akkor, mivel a mércét nem ugrottuk meg, folyamatos frusztrációba és csalódottságba vagyunk, hogy miért nem vagyunk mi felhőtlenül boldogok, miközben, ahogy mondtad, GVH, APEC és egyebek cseszegetnek, bemennek eléd a kinézett parkolóba, udvariatlanak veled az emberek, tehát lesz egyfajta diszkrepancia, ami tovább növeli benned azt a feszültséget, hogy ha én jól cselekszem és jól élek, akkor miért nem kapom azt vissza a sorstól? Ezek úgy szintén nagyon jó kérdések. Egyébként a parkolót már megoldottam, nem a három új módszerrel, de egyébként ez ilyenekkel már nem el fölbosszantani. Semmiféleképpen. De tudod-e? Tehát a nagy kérdés bennem az, hogy jól elbeszélgetünk mi erről. Mert klasszul gondoljuk ez így, hogy ez így is van, és hogy így is viselkedünk, de amikor ott az igazi stressz helyzet, nem csodálkozol néha magadra, hogy mennyire elszabadulnak az indulataid néha? Váratlan módon, saját magadnak is váratlan módon. Mennyire nem úgy reagálsz, ahogy gondoltad, hogy te majd okos, értelmes adja, reagálni fogsz, és mennyire átveszi az irányítást fölötted valami, akiről te nem is gondolnád, hogy vagy benned van, de vannak olyan stressz helyzetek, amikor ezt tapasztalatod, hogy átveszi fölötted valami az irányítást. A tudattalatiban vannak berakva ezek a kis aknák, amit így fölkapcsolgatnak egy szituációba, és hogyha eljutsz odáig, hogy már kívülről nézed ezt a stressz helyzetet, és megkérdezed, hogy
hogy érint ez engem, mi kapcsolt be bennem is őszinte, vagy akkor azokat ott lehet. Ugye a nagy kérdés az, hogyha megjön ez a düh például olyan szituációba, akkor én most egy ezotérikus módon én akkor ezt lenyelem, és akkor szeretetteljesen hagyom, hogy a májamban megcsinálja a maga biokémiáját, vagy kiadom szépen, hogy mennyit az, esetleg nem is úgy, hogy ez az ember hallja, tehát odáig, tehát hogy oda megyek a bozsákomhoz, levezetem rajta, nem adom ki, de magamból nem engedem, hogy belülre dolgozzon. Ez egy nagy kérdés, egyébként erről hogy véleked? Én úgy gondolom, hogy és magamban ezt próbálom elérni, igazából erre törekedni nem nagyon lehet. Ezt vagy el tudod érni, vagy nem. A lényeg az, hogy ne jöjjön föl benned a düh. Tehát, hogy ne jöjjön meg az indulat. Tehát a másik viselkedése ne váltson ki benned olyan negatív indulatot, amit egyébként te nem érzel, meg nem is sajátod, de mégis az ő viselkedése indukálja ezt. Tehát én a legnagyobb eredménynek saját magam szempontjából azt érzem, ha ezzel a közömbös hűvösséggel tudom figyelni a saját reakciómat és viselkedésemet, és a legnagyobb örömömet az okozza, ha nem automataként viselkedek, tehát megnyomják rajtad az eszpresszó gombot, adod az eszpresszót, megnyomják a kapucsinót, oda jön hozzád valaki, és leköp, és nem vágod pofán, mert inkább kíváncsi vagy rá, hogy miért csinálta, és nem viszel az indulat, és én a legnagyobb eredményeket magam számára akkor érzem, hogy elértem valamit, hogyha nem automataként reagálok ezekre a dolgokra. Ezt hívjuk tudatos életmódnak egyébként. Nagyon nehéz, mert a vegyület megelőzi a gondolkodást. Itt Balogh Béla múlt héten is azt mondja, hogy amikor odaállt hozzá egy nagy svéd barom, és azt mondta, hogy most levernek egy óriási pofont, akkor az agyába az játszódott le, hogy karmikusan neki ezt a pofont most kell visszakapnia. És abban a pillanatban tudta, hogy ez a leköpés, vagy ez a pofon, az valaminek a lelakása, vagy a számla rendezése. A pofont se kapta meg, de energetikailag megoldotta a szituációt. Viszont az emberben, a tudatalattiában rengeteg ilyen genetikailag hozott, szerzett, mindenféle cappuccino, hogy te szavaiddal vannak, és ugye az a nagy dolog, hogy amikor, ha még nem dolgoztad ki magad, amikor följön ez az atombomba benned, hogy akkor tud kezelni. Ettől vagy tudatos és éber, hogy ezeket karban tudod tartani, és ez az út vezet oda, hogy ezt a édesdrága mosolygós állapotot el tud érni, hogy nem tudnak kibillenteni. Ez nem azt jelenti, hogy ez minden pillanatban így is van. Nem szeretném azt a tévképzetet kelteni senkiben, hogy én minden pillanatban uralom az indulataimat, gondolataimat. Aha. Főleg a gondolataimat nem. Az indulataimat kiválóan tudom irányítani és uralni, akár extrém helyzetekben is, de az elszabaduló gondolataimat, félelmeimet, azokkal bizony nagyon sokat küzdök én is. De ezek az elszabaduló gondolatok vitték előre az emberiséget, amikor pozitív dolgokat hozott. Ha nem lett volna a tudósainak egy elszabadult, örült gondolatai, akkor még ma is lehet, hogy a kocka alakú szekéren járnánk, és a kör se fedeztük volna föl. Tehát, hogy a gondolataink azok ugye teremtő gondolatok, mindig legyél a jelenben. Igen, de a jelenben nem mindig tudom azt a jövőképet lehozni, amit egyébként lecsatornáztam jövőből, hogy már létezik az a kerék, amivel én gurultam. Tehát ezt el kell fogadni, csak az, hogyha valami sértésére az a gondolatoddal kapcsolatban azt mondják, hát te hülye vagy a kerék, mikor lesz ez a kerék, a kocka az igazi. Hogy ezt meddig tudod tolerálni, hogy egy életen át kinevetnek azért, mert van új dolgot kitaláltál. De ehhez kellenek már egyfajta lelki fejlettség, hogy kezeled le. Igen, én igazából nem is az ilyen gondolatokra gondoltam, hanem azokra mire? A negatív érzésekre és félelmekre, amelyek fölütik a fejüket benned, anélkül, hogy te kontrollálni tudnád. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amit úgy érzed, hogy fel vagy rá készülve. Úgy érzed, hogy te ezt a magasságot meg tudod ugrani. És amikor szembesülsz vele, és megtörténik az esemény, a saját legnagyobb megdöbbenésedre nem tudod úgy kezelni, mint ahogy te számítottál volna erre. Most nem akarok erre példákat mondani, de mindenkinek van az életében olyan, főleg a párkapcsolat esetén legnyilvánvalóbb ez a történet. Ott fel vagy készülve, úgy gondolod, hogy ezt a helyzetet te tudod kezelni. És kiderül, hogy megnézed magadat, és látod, hogy nem tudod kezelni. És meddig visznek azokba a szituációkba, amíg egyszer meg nem oldod, és nem többször nem visznek bele. Tehát amíg tudják, hogy te nem oldod meg, te magad vonzod be ezt a dolgot, és annyiszor vezetnek oda a kúthoz, hogy így áll belőle, amíg azt mondom, hogy köszönöm szépen, elegem van. És amikor egyszer meg tudod oldani, akkor nincs tovább ezzel dolgod. Azt hiszem, ez tényleg így van. És hogy saját magunkat visszük ebbe bele. Tehát tudjuk, hogy szükségünk van erre a tapasztalatra, nem tudjuk, hogy miért, és mégis kiderül, hogy a negatív élmény mellett olyan gyógyító energiákat kapsz meg, amit nem is gondoltál, hogy létezhetnek, és nem is gondoltad, hogy ezzel, hogy megnyomják itt ezt a gombot, és ott 50 gombbal arrébb megszólal egy hang, ami neked nagyon régóta kellett,
de nem tudtad azt a hangot elérni, ha csak ezt a gombnak a megnyomásával jutottál el eddig a pontig, ez lebilincselő, lebilincsen érdekes és félelmetes is egyben. De amíg csak ezt a végét, vagy csak azt a végét látod, de komplexitásában felülről nem látod az egészet, addig még nincs megoldás, és ehhez kell az, hogy el tudjál mélyedni, és kicsit tudjál nyugodtan ülni magadba is. Nem állítanám, hogy én nagy mélységekben rálátok a saját gombjaimra, vagy klaviatúrámra, szegmenseket csak. Azért kell olyan társpár neked, aki gyönyörűen rálát a klaviatúrára. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy találtam. Ezt mondjuk már el, hogy azért, hogy az mert, hogy jó barátok vagyunk, te Herceg királynak a férje vagy, és együtt is ismerkedtünk meg Idestóval 10 évvel ezelőtt. Igen, tehát én sok mindent elmondhatok magamról, de azt, hogy a párkapcsolatokban nagy sikereket értem volna, lesz nem. Tehát számtalan kudarc, elhagyás, ez megcsalás. Ez a mostanában nem igaz azért. A korábbiakról beszélek. Jó. Tehát, hogy nem vagyok véletlen nagy szakértője, sem mestere a párkapcsolatoknak, mert számos kudarc és egyéb keserűség. Most kategorizáltad be magad. Lehet, hogy ez a feladatod, amit meg kell oldani. Tehát, hogy nem, mondhatjuk azt, hogy nem beszéletek joggal arról, hogy milyen egy jó párkapcsolat, mert nekem korábbiakban ez nem sikerült felmutatnom teljes egészében. Amikor a királyval megismerkedtünk, akkor onnantól kezdve egy újfajta minőség lépett be az életembe. Hozzá kell tenni, hogy hiszünk abban, hogy ez nem egy első találkozás volt. Uh-huh. Annak ellenére, hogy semmiféle bizonyítékát nem tudjuk felsorolni annak, hogy voltak korábbi életeink, bár ő ezt megutazta, de nekem nincsenek ennek között. Ez a télenek azért vannak olyan pontjai, amiket relevánsnak elfogadt, és érzed, hogy működnek az életedben. Bizonyos, tehát minden pontjával így vagyok az ezotériának, hogy az a kritérium, hogy rezeg-e bennem, vagy nem az a tétel, amit mond. Ez rezget, mert elmesélte ezt a történetet, két korábbi életünket, amiben találkoztunk, és rezgett bennem a vízhangja, sőt halvány emlékek is felmerültek bennem. Tehát én nem titok sokat köszönhetek neki. Hogy fogalmaznád meg a spiritualitás fogalma? Kire mondanál el, hogy ő spirituális? Nehéz kérdés, mert össze vannak keverve itt a fogalmak. A spirituális ember számomra az, aki nem fél kérdezni, és aki nem fél saját magával szembe menni, nem fél a saját gyarlóságaitól, és rá tud nézni nagyító alatt a legnagyobb félelmeire és a legnagyobb hibáira. Ez spirituális ember, mert csak akkor tudsz változtatni saját magadon, hogyha látod, hogy mik rejtőznek itt az alapzatban, milyen problémák, hibák, milyen hozott fájdalmak, amik ezekre nem tudsz ránézni, és ez nem egy kellemes, meg kényelmes dolog. Ebben sokat segíthet egy jó társ, aki segít abban, hogy ebbe belemenj, és hogy onnan ki is tudjál jönni, mert könnyű beragadni a múlt fájdalmaiba, szenvedéseibe, sikertelenségeibe. Ha egyedül mész bele, sokkal nehezebb. Ha van valaki, aki fogja a kezed, és ki is tud onnan emelni, mert azt mondja, hogy te az az ember voltál valamikor, de már nem az az ember vagy. És lehet, hogy senki korábban nő nem becsült téged, de most én becsüllek téged, akkor ezzel az úton tovább tudsz menni, sokkal könnyebben. Ha egyedül mész bele, akkor azt vonod le, hogy te nem vagy egy szerethető férfi, esetleg nem vagy egy jó társ, mert hogy téged mindig esetleg otthagytak, vagy nem becsültek meg, vagy a feleségeid nem értékeltek kellően. Langyos, ugye úgy kezdted az egészet, hogy az ezoterikus körökben a legjobban, amit hiányoltál, az a szeretet volt, hogy egymást tudják szeretni. Spirituális ember az, aki feltétel nélkül tudja szeretni önmagát és a környezetét. És ezt nem én találtam ki, de most kitűdéztem, azt bocsássa meg, kedves néző, hogy nem tudom, de ez maximálisan úgy gondolom, hogy ez... Csalódás fog okozni neked, István, és a nézőknek is nem hiszek a feltétel nélkül szeretetben. Nem hiszek benne. Nem hiszel benne? Nem, itt a Földön nem hiszek benne. De nincs a Földön feltétel nélkül szeretet. Egy anya és gyermeke között még csak a közelítően, tehát egy anya még bármit el tud viselni a gyermekétől, és feltétel nélkül szereti, de nem tudsz nekem emberi kapcsolatot mutatni, ami nem viszonosságon működik. Nem az ego választ el téged ettől az érzéstől? Könnyen lehet, akár igazad is lehet, tehát nem akarom azt mondani, hogy akkor ezt azért, mert félek ettől a gondolattól, csak nem látom rá. Mutass nekem egy példát, és akkor én, ha kicsit elbeszélgetek az illetővel, akkor mindjárt rámutatok arra, hogy a feltétel nélkül szeretet addig működik, amíg egyetértenek veled, amíg szeretnek téged, amíg azt visszhangozzák, amit te mondasz, és még egy párkapcsolatban is, István, hol van feltétel, nem működhet párkapcsolat feltétel. Ahol nem hivalkodik, tehát a feltétel nélkül szeretet már nem is mondja, hogy ő szeret. Tehát pontosan itt jön az ego része, tehát ha én már nem hivalkodok a szeretettel, csak önmagában megélem, adom, és nincsenek elvárásaim, akkor nem is kell megbeszélnem, hogy én most feltétel nélkül szeretek, csak úgy élek. Tehát megint ugye az életed... de lásod ki azt, amit csinálsz a példáiddal, és nem a szavaiddal. Hol volt ez elég neked egy emberi kapcsolatban? Hol volt egy elég az, hogy te feltétel nélkül szeretted a másikat, és adtál, és visszakaptad?
és azt tapasztaltad, hogy akkor ez törvényszerűen vissza fog majd rád áramolni ő általa. Hát én ezt nem tapasztaltam. Én ezt nagyon sokszor csináltam, és semmiféle visszajelzést nem kaptam. És a párkapcsolatnál különösen nem működik a feltétel nélkül szeretet, ugyanis ott addig működik két fél között a szeretet, meg egyáltalán a kapcsolat is egyáltalán, amíg ugyanazt adjuk a másiknak, amire szüksége van. Tehát abban a pillanatban, hogyha te mondjuk a ifjú feleséged mellett elmész Tájföldre három hölgy társaságában, nagyon megkérdőjelezném, hogy az ifjú boldog arra feltétel nélkül szeretettel azt fogja tudni mondani neked, hogy igen, István, én így szeretlek téged, ahogy vagy. Nagy fájdalmat okoztál nekem, de így szeretlek téged. Ilyen szeretet emberek között az én tapasztalatom szerint nem létezik. Nagyon jól hangzik. Az ezoterikus alaptétel, ezért mondom neked, hogy ezek nekem nagy bajom van az ezoterikus alaptételekkel. Ugye a kapcsolat az már önmagában ez valamilyen kötöttség, tehát hogy maradjunk ebben. A feltétel nélküli szeretet, amikor adod, tiszta szívből adod, majd ezt követően esetleg akinek adod, és visszafelé nem áramlik semmi, ez a te szavaid voltak, és még ráadásul még Baleknak is nézed, és úgy érzed, hogy be vagy csapva, akkor elgondolkodol, hogy akkor ezt most miért tettem meg valóban létezik-e feltétel nélküli szeretet, el kell fogadjam. De a nagy tanítás az, hogyha ha úgy tudsz szeretni, hogy utána nem akarsz se bosszút állni semmit, hanem te azért adtad, mert úgy érezted, hogy adnod kellett. Hogyha ő ezt így fogadta el, ez meg legyen az ő problémája. De valószínűleg ehhez el kell egy emelkedettséget élni, és az ember minden napjában ezt nem tudja elérni, de ugye arról beszélünk, hogy hogyan érezzük meg, hogy már elérkeztünk valahova, ez lenne a mai napi nem, ebben teljesen igazad van, csak ez nem ugyanaz a dolog. Tehát nem ugyanaz a két dologról beszélünk, hogy te úgy teszel mindent, és úgy szereted a másikat, hogy viszonzást nem várva, csupán azért, hogy ő neki örömet és boldogságot okozzál. Így kell élni? Hát ez nem is kérdés. Ez így kell élni. Tehát így kell viselkedni minden emberi kapcsolatban. Erre törekszem én magam is, hogy a másik érdekeit figyelembe véve őszintén tisztán adni, még akkor is, ha nem kapod vissza. De ez nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy azt mondod, hogy csak az emberi kapcsolatokban működik, minden emberi kapcsolat. Tehát ezen a földön, ahogy élünk, ez egy nagy emberi kapcsolat, testvéri, baráti, rokoni, tehát nincs kapcsolat nélküli ember. Tehát az életünk maga a kapcsolatok művészete. Igen, de abban a pillanatban, hogy elvárások vannak bármilyen emberi kapcsolatban, onnan kezdődnek a problémák. Tehát, hogy lehet, hogy örülnék neki, hogyha mit tudom, hozna egy csokor kolbász nekem a születésnapomra, de nem hoztam meg, de akkor is csinálok ebből krupulus magamnak, hogy miért nem hozta. De ha hozzá, akkor meg tök jól érzem, de nem csinálok ebből problémát, hogy ő nem hozta. Biztos elfelejtette, majd holnap eszébe jut. Tehát, hogy az energiád ne úgy menjen, hogy te bármit elvársz a környezetedbe. Érdekes, és értem, amit mondasz, csak hogy nem így működik. Tehát vagy egy emberi kapcsolatban, és hogyha az emberi kapcsolatban egymás elvárásait, alapvető elvárásait nem teljesítitek, akkor az emberi kapcsolat nem működik. Tehát az én drága imádott feleségemtől én azt várom el, hogy én legyek a férfi számára, és én legyek a kapcsolat és a szerelem az életében. Ezt várom el, és ő is ezt várja el tőlem. És hogyha ezt egymás felé nem teljesítjük, akkor a kapcsolat nem működik tovább. Igenis, kellenek az elvárások, István, kellenek az elvárások. Nem tudsz anélkül élni, akkor hol határozod meg a saját értékeidet, a saját boldogságait, ha nem az elvárásaidban? Mit vársz el a házadságodtól? Igenis, azt várod el, hogy egy harmonikus, boldog, kiegyensúlyozott kapcsolat legyen. És ha nem ezt kapod a feleségedtől, óhatatlanul csalódott vagy, mert nem felelt meg az elvárásaidnak. Most már régen voltam házas, de majd most odafigyelek rá. Most talán bele kell jönnöd majd őre ebbe a dologba. Tehát azt szeretném mondani, hogy nincs az én megítélésem szerint természetesen. Nekem nagyon sok dolog gyökérből jön. Tehát az egy jó kapcsolat, amikor nem az elvárás szintjén jelentkeznek ezek az elvárások, amit mondasz, hanem ez önmagában adódik, csak úgy van. És akkor már nem kellnek elvárások, vagy mit tudom én, biztos nem mennék el Tájföldre, hogy elmondtad, mert tudom, hogy bánatot okozok vele, tehát kapásból nem teszem meg. Kimondtad a lényeget. Tehát az elvárás, ez nem úgy elvárás, hogy feltételként támasztod a másik felé, hanem anélkül, hogy ezt kimondanád, vagy kifejeznéd, ő ezt már teljesíteni fogja. Tehát nagyon jól mondtad. Tehát itt az elvárás, ez nem megfogalmazott kívánságlista, ennek kell megfelelni egy párkapcsolaton belül, hanem ez egy összhangnak kell lenni. Amikor ezeket az elvárásokat, amelyek nem jó szó az elvárásra, de vannak olyan pontok mindenkinek az életében, hogy szükséges ahhoz, hogy boldoggá tegyen egy párkapcsolatban. Okoskodjunk. A társkapcsolati korrespondancia, amikor a pontok úgy találkoznak és közelítenek egymáshoz, ezt így korrespondancia. Visszatérve az alapkérdésünkre, hogy egyáltalán te el tudsz, láttál-e a környezetedben megvilágosodott embert, vagy csak olyanokat láttál, akik azt hiszik magukról, hogy megvilágosodottak, de mi nagyon
közelében sincsenek ebbe a dologban, és hogyan tudod magad önkontrollálni, hogy már felszálltál arra az ötdés buszmegállóra és elmentél, vagy mindig ott tücsöröksz a buszmegállóba? Hát nagyon egyszerű a válasz a kérdésre, de nem láttam megvilágosodott embert saját tapasztalatom szerint, nem interaktáltam olyan emberrel, aki megvilágosodott volna. Olyanokkal találkoztam, akik magas szinten vannak, és nagyon pozitív kisugárzást árasztanak magukból. Nem szellemileg nagyon... van a magas szinten, hanem érzelmileg. Én ezt nem választanám. Nem választanám. Nincs olyan, hogy szellemi magas szint, érzelmi magas szint, anyag, ez mind egy egységbe kell, hogy legyen. Tehát egy megvilágosodott embernek az anyagi élete és a szellemi élete kéz a kézben kell, hogy járjon. Nem válhat külön. Most megkérdeztem, hogy hogy érint ez engem, és azért, mert annyi zseniálisan okos ember van ma, akik anyagszintről akarják meggyógyítani az embereket, Nobel-díjakat kapnak, stb. Az én szememben ők mégis nullák, mert nincs a szívükben szeretet, és nincs a lélekről semmit nem tudnak. Tehát hiába vagy művelt valamilyen szinten, semmi közöd nincs ahhoz a megvilágosodott kis csóróhoz ott Indiába, aki ott ül és mosolyog egész nap, és érzi az életnek a létezését, és benne van a forrás állapotában. Ő nekem a megvilágosodott, anélkül lehet, hogy nem is tud írni, olvasni. Mert az írás-olvasás nagyon sok irányba elvitte az emberiséget, és nagyon sok ránk felénknek, sajnos ez az oka, az a fajta tudás, felhalmozás, amit utána összetévesztünk magával az intellektuális képességgel, és azt hiszük, hogy tudás szinten nem tudunk se tudatosodni, se szeretné megtanulni, tudás észből nem tud megvilágosodni. Ez az én álláspontom egyébként. Érdekes, amit mondasz. Én általában igyekszem nem megítélni embereket annélkül, hogy ne ismerném őket személyesen. Uh-huh. Ugyanis ott van, mondjuk azt a példát, amit te mondtál, ott van az a brit fizikus, aki fantasztikus tudományos felfedezést tesz, de mondjuk nincs benne emberi empátia, emberi szeretet. Honnan tudjuk? Attól, mert ő kimagaslót nyújtott a szakmájában, lehet, hogy ő még egy kifejezetten érző lélek, és nagyon sokan szeretik, és nagyon sok embernek segít. Tehát én a emberek megítélésében csak a személyes kapcsolatra tudok hagyatkozni, illetőleg a feleségem kedvenc megfogalmazás az a gyomorszájból érezni az embereket. Tehát amikor itt a szolár plexusban érzed a másik ember kisugárzását, és hogy az ritkán hibázik. Nem mondom, hogy én mindig jól ítélem meg az embereket, és volt már nekem is jó pár csalódásom, amikor azt gondoltam, hogy jobb emberek, mint valójában, ez mindenkivel megesik. De még csak azt sem mondanám, hogy a szeretet hiánya valakit nem tesz jó emberré. Akkor én hagyd mondjam el, egyrészt természetesen nekem mindig sarkítanunk kell, hogy jobban értsék, a másik az, hogy azért van egy-két olyan zseniális ember, aki egy HPV vírust vagy egy ebolát kitalál, és nagyon érzi a családjával szemben, vagy a sugárkezelés ráborítja az emberekre, ugyanakkor tudja, hogy nem ez a legmegfelelőbb mód, és megkapja érte a Nobel-díját, hogy ezekből az emberekből az egész szeretet, amit a többi ember iránt, lehet, hogy ő virágot visz a feleségének, de amikor az emberiségre ráborít valami tudományos dolgot, ami egyébként az emberiségnek nem a hasznára van, hanem pontosan a kárára, és még magával is elhiteti azt, hogy én talán milyen jó fej vagyok, én ezt megcsináltam. Na, ezekből az emberekből hol hiányzik a szeretet és a lélek? Nekem ez volt csak ahhoz. Nem, ez egy jó kérdés, de bár meg is válaszoltad saját magadnak, hogy az emberek egója olyan erős, hogy úgy érzik, hogy az a vírus felfedezés az emberiség legnagyobb találmánya lesz, és ezáltal a legnagyobb adományt tudja nyújtani. Senki nem úgy gondolja ezt, hogy ebből majd mondjuk a koncentrációs táborban a legtökéletesebb méreg lesz, amivel az emberiséget ki lehet írtani. Hiroshimára se gondoltak az atombomba felfedezésre. Nagyon nehéz is, mert ezerféle felhasználási módja van, és ezer egyféle van, ami nagyon humánus és nagyon előre mutatható egy energia függő föld esetében, amikor előbb-utóbb egyszerűen már a megújuló energiákkal sem lehet fedezni ennek a hatalmas lélekszámú lakosságnak az ellátását. Tehát óvatos lennék megítélni azt, hogy kiben mennyire munkálkodik a szeretet, addig, amíg ezt nem tapasztalom. De természetesen egy ember munkássága, meg egy ember élete sok mindent elárul, anélkül, hogy ismernéd is, tehát nyilván mindenkinek vannak előfeltételezése egy tudossal, és akár egy diplomata, vagy egy politikussal szemben, de én azt tapasztaltam, hogy mindig más-más ember rejtőzik a ruha és a munkásság alatt, mint amilyen látszik, de nem biztos, hogy ebben igazából, mint ahogy mondom azt, hogy mindenki nagyon nagy kétkedéssel fogadja azt, amit én mondok, ami nekem esetleg értelmesnek tűnik, az lehet, hogy nektek. Tök jó, amit mondasz. Én csak egy dolgot, egy példát, és akkor ez lesz most a műsornak a záró témája, hogy
Európára rákényszerítették ezt a transatlanti uniót, aminek az első lépcsője az, hogy a kis tagállamokkal meg se szavaztatják azt, hogy milyen gazdasági összefonódások lesznek, és itt Magyarországon, Ausztriában féltéglában vertük a mellünket hosszú évek óta, hogy mi GMO-mentesek vagyunk, és ennek az első lépcsője az volt, hogy a Monsanto, aki a GMO-t elterjesztette a világon, és ezt beengedték Magyarországra. Erről még senki, egyetlen egy pár sem zörög, és akkor megkérdezném azokat az embereket, akik tudják, hogy például Franciaországban a GMO-s takarmánnyal kezelt marhák a következő generációban teljes egészében meddővé váltak, akik az ő takarmányokat tették, hogy ezeknek a kilátásait, az állatkísérletekben lehet látni, hogy mennyi rákos megbetegedés van tőlük. Zseniális felfedezés, sőt Nobel-díjat kapnak ezért, hogy ezek az embereknek mi közük ahhoz, amit úgy hívunk, hogy szeretet, mert egyértelműen csak az anyagi haszonért, és esetleg még egy felsőbb irányt utasítására mérgezik és pusztítják az emberiséget. Tényleg? Most Magyarország eddig arra volt büszke, hogy nem volt GMO-s növény. Hamarosan erről fogok egy műsort csinálni, de valóban mi volt az első lefekvésünk Magyarországnak, hogy a GMO-t minden formában beengedik Magyarországra, vetőmag szempontjából, minden szempontjából. Hát, ide is az volt, hogy megtermeltük a GMO-mentes gabonát, kivittük, de mi a GMO szennyezett csillei szójával letettük azokat az állatokat, amit utána velünk megetettek itt, és ez jó eset volt, és nem tudjuk, hogy honnan hozták az összes többi cuccot, ami... Nem tudtam erről, megmondom őszintén, de nem lep meg. Tehát most itt beszélhetünk az összeesküvés elméletekről, nem, de a terv része. De minden mögött van egy ember, aki egy döntést meghoz, hogy én hajlandó vagyok-e a büdös húst belerakni az ecetbe és odaadni az embereknek, hogy azt mondom, köszönöm szépen, mikor kirúgtok, se csinálom meg. Itt van nálam a választóvonal. És igazad van. Ebben igazad van, csak annak az embernek a helyzete is nagyon-nagyon sok árnyalattal bír. Lehet, hogy a beteg édesanyját kell eltartania, ha fogyatékos fiát neveli egyedül, és vannak olyan pontok, amit meg tudják érinteni, hogyha nem biztosít megfelelő anyagi fedezetet, akkor ott hal meg az édesanyja kezei között. Szeretett felesége megszüli a gyerekét, majd beoltják őt, ugye, a gyereket olyan higanymérgezett vacakkal, amit utána beteg lesz a gyereke, ugye, mert az is megteszi, aki beoltja. Ő teljesen föl van háborodva az ecetesed, vagy mit tudom én, a zöld párizsin, igaz, de a sárt területen ugyanúgy elkövetés, és ez a kör, ez körbeér, könyörgöm. Ez így van, és ez így van. És én, tehát amikor én azt mondtam, hogy egy tudós felelőssége, ő neki még nagyobb a felelőssége, mert mit tesz a közér, mit tesz emberek százmillióival egy felfedezésével, neki ezért felelősséget kell vállalni. De a felelősséget nem kívülről kell rávetíteni, a felelősségre saját magában kell rájönnie. Ez hiába mondjuk neki, hogy ő neki ebbe felelőssége van, ha ezt belülről nem érzi, akkor ezt nem is érzi sem hibának, sem bűnnek. Onnan indultunk el, hogy akkor hogy a szellemi fejlettség is része a megvilágosodásnak. Én ezért csak ezt mondtam el, hogy nem feltétlenül a szellemi fejlődés, mert ez a szellemi nagyon zseniális. Több egyetemet elvégeztek, mint mi ketten vagy öten együttvéve, és mégis a döntéseinél nincs ez a szociális felelősségérzés az embertársaival szemben, amit attól a kis csövestől elvárhatok Indiában. Csak ennyi volt az alapára. Ez az egész emberiség történelme, ha megnézed, mindenről szól. Sehol nem találod meg ezeket az embereket, nagyon könnyű megfelelő irányba terelni, manőverezni, és ez a terv része, ha már erről beszélünk, hogy az emberek tervezhetőek, manipulálhatóak legyenek, és ne legyenek egyéni gondolataik. Nem akarok most itt belemenni az összeesküvés elméletekbe, de nem nagyon kétséges, hogy valamilyen irányba terelgetik az emberiséget, és ennek a GMO is egyik része, és még egy millió dolog, amiről sokkal többet tudsz, mint én. Nagyon remélem, hogy nem megyünk a levesbe, mert különben minek tépnénk itt a szát, elmehetnénk Hawaii-ra és közösen koktélozhatnánk. Ennyi energiában. De figyelj, ha megyünk a levesbe, hát menjünk a levesbe, de addig is érezzük jól magunkat. Pontosan. Tegyük meg azt, amit tudunk, és mutassunk talán annyi példát más embereknek, hogy rájöjjenek, hogy szép ez a föld, jó itt élni, és talán egymást is jobban el tudjuk viselni így módon. És ugye az alapfeltétel mindig a kedves nézőnek, hogy a saját környezetében, amit tehet, azt tegye meg. És abban a pillanatban mindenki a saját kis személydombján úgy csinálja, hogy a tiszta lelkiismeretének megfelelő, hogy idő múlva ennek a világnak változnia kell. Ez az egyetlen igazság, amit most mondtál. Ha te kis pici kertedet kitakarítod, és zölden tartod, és ezt mindenki megteszi, az egész világ tiszta és zöld. Na, ez volt akkor az zárszavunk ma, Tihor Attilától. Nagyon köszönöm a jelenlétedet. Mi sose beszélgettünk egyébként így képernyő előtt. Annak idén a vízen többé nem voltam nála soha. De tévedés, csináltam veled interjút. Csináltam, ekkora bunkesz vagyok. És miről beszéltünk? Kettőt is. Egyszer beszéltünk a vízről, a víztisztítás. Volt neked egy technológiád, amivel ki tudtad vonni a falból a bizonyos vizeket. A vízről beszéltünk, meg az emberiségről. Én emlékszem még az interjúkra is kifejezetten.
azt mondtad, ha még az időnk engedi, hogy például, hogy itt az emberiségen múlna, akkor mindenki tankokkal járna, mert abban biztos, hogy nem lehet balesetet szenvedni, nem lehet megsérülni, tehát azért vágynak az emberek minél nagyobb autókra és minél biztonságosabbakra, hogy ne sérüljenek meg, és ha szabadjára engedjük, akkor előbb-utóbb mindenki tankokkal fog közlekedni. Csak úgy most felrém lett a memóriámba az interjú részletből. Aha, biztos fölvállom mai nap is ezt a dolgot, mert meg a méretű autókkal is azóta is járnak az emberek. De hát azóta azért 20 éve lehetett ez a riport, nem kevesebb. Igen, 94-ben volt. 94-ben, ez pontosan 21 éve ezelőtt volt. Hát én is nagyon sokat változtam, mint ahogy te is. Ma sem az az ember vagyok már, aki akkor voltam, de vállalom minden gondolatomat is, hogy... Nem is kell ezért szégyelni magunkat, mert nem. Amit most itt megbeszéltünk, és hogyha két hónap múlva beszélünk, lehet, hogy nem alapjaiban mást fogok mondani. Tehát nem azt mondom, mint Osó, hogy ne higgyetek nekem, mert holnap az ellenkezőjét fogom mondani annak, amit éppen ma mondok. Én azt nem gondolnám, de hogy minden pillanatban változik a gondolkodásunk, az teljesen biztos, és a filozófiánk is. Ez a legcsodálatosabb az emberben, hogy azért minden nap képes revidiálni a gondolatait, de reméljük, hogy jó irányba is, nem a megalkovás irányába megy az élet. Bízunk ebbe is. Pont. Kedves nézőink, nagyokat tudtunk közösen beszélgetni, remélem nektek is egy pár jó gondolatotok származott, írjátok meg, ahogy szoktátok, neki mértek, ahogy szoktátok. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján találjátok. Viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt voltál. Fel a fejjel. Fönn van ez, kérem.